Március 21-e a Down-szindróma világnapja. Ez alkalomból színes családi délutánt szervezett a Down Mosoly Ambulancia. Így módon is céljuk, hogy egy elfogadó, összetartó közösséget alkossanak, és segítsenek a gyermekek jövőinek megalapozásában. A Down-szindróma az egyik leggyakrabban előforduló születési rendellenesség, amit a 21-es kromoszoma számainak módosulása okozza. Világnapját 2006 óta ünneplik. Az akció Zalaegerszegen is hagyománnyá vált. A meghívottak vasárnap délután az Azalea házban találkoztak. Örömünkre szolgált, hogy végre közösen, személyesen tudtunk együtt találkozni. A megyében élő Down-szindrómás gyermekeket nevelő családokat hívtuk meg. Sokféle programmal készültünk. Meghívtuk a Zalai Kutyasuli Telápiás csoportját, ahol Nagy Erzsébet érkezett Borcsa kutyával és Gróf Alexandra Marossal. Ők játszottak, és nagyon kis aranyos kutyás feladatokkal kedveskedtek a gyerekeknek. Utána pedig Németh Krisztián táncó-zenés összeállítása következett. Hey, ho, Amy! A program a szabadban folytatódott, ahol a résztvevők a Móka Palota produkcióját tekinthették meg. A Down-os gyerekek a szívem csücskei, és rendszeresen találkozom velük rendezvényeken, karácsonykor is itt voltam velük, és énekeltem, játszottunk, csillámtetkoztunk, úgyhogy igazából már visszatérő vendégnek érzem magam. A Down Mosoly Ambulancia támaszt nyújt mindazoknak, akik hasonló helyzetben élnek. Az egyesület további szándéka, hogy csoportos és egyéni drámapedagógiai foglalkozást indítson. Emellett fotókiállítást és nyári tábort szerveznek.